Az, hogy a két lista egyenrangúan fontos, abból látszik, hogy nekem se szólt a zene, hogy Juhász Bálintnak se. Két szer kell a hatost karikázni, egyformán fontos a köztársasági és a tartományi lista is, annak érdekében, hogy mind a két parlamentben olyan eredményt érjünk el, amilyet a vajdasági magyar közösség megérdemel. Mi arra készülünk vasárnap, hogy győzni fogunk. Azért készülünk erre, mert azt gondoljuk, hogy mindent megtettünk ennek érdekében az elmúlt 6 hétben, és nem csak az elmúlt 6 hétben, hanem az azt megelőző hetekben, hónapokban és években is. És abban bízunk, hogy a vajdasági magyar közösség méltányolni fogja azt a munkát, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István vezetésével az elmúlt 17 évben megvalósított, annak érdekében, hogy Vajdaságban jó legyen magyarnak lenni. Ezt kívánjuk folytatni a jövőre vonatkozóan is. Köszönöm szépen Szijjártó Péter miniszter úrnak és Kelemen Hunor elnök úrnak, hogy eljöttek, hogy segítsék a kampányunkat. Úgy, ahogy sokan tették ezt az elmúlt hetekben Vajdaság különböző településein, kifejezésre juttatva azt, hogy mi vajdasági magyarok, mi VMS-esek nem vagyunk egyedül, nem árvultunk el, én személy szerint ugyan igen, de a vajdasági magyar közösség nem, és veletek együtt, önökkel együtt a következő időszakban ezt a közösséget vezetni tudjuk úgy, hogy ez a közösség büszke lehessen a pártjára, és higgyen abban, hogy van magyar jövő Vajdaságban. Elmondok egy-egy tudnivalót miniszter úrról, illetve elnök úrról. Miniszter úr volt az első, aki írásban gratulált nekem akkor, amikor november 6-án a VMS egy nap leforgása alatt 11.355 aláírás gyűjtött, a többszörösét a minimálisan sikeresnek, és nem csak, hogy gratulált nekem miniszter úr, hanem édesapámat idézve úgy fogalmazott, hogy gratulál ahhoz a munkához, amit elértünk, és az aprófa behordásához sok sikert kíván. Mi igyekeztünk ezt az aprófát sokszorosan behordani az elmúlt 6 hétben, rengeteget dolgoztunk, köszönöm szépen mindenkinek, ám a java, a neheze még csak most következik a következő 3 napban, és a következő 3 napban mindenkihez el kell jutni, és mindenkit meg kell győzni arról, hogy magyar érdeket Vajdaságban kizárólag a Vajdasági Magyar Szövetség képviselhet. Ezt már a kampány eszközeivel nem tehetjük meg, ugyanis 6 óra múlva kampánycsend lesz, de senki azt nem tilthatja törvénnyel se, és semmilyen más módon, hogy a szomszédunkat, barátunkat, ismerősünket, rokonunkat meggyőzzük arról, mi mindannyian, egyenként, hogy bizony a vasárnapi választások sorsdöntőek, mert kisebbségi sorban minden választás sorsdöntő, mert elég egyetlen egyszer meggyengülni, elég egyetlen egyszer kevesebb képviselőt juttatni a parlamentbe, mint amennyit juttathatnánk, és a közösség ezt már is megérezni. Mi nem szeretnénk azt, hogy a közösség ezt megérezze, nem szeretnénk egy olyan kísérletet lefolytatni, hogy vajon mi történne a vajdasági magyar közösséggel, ha a legitim politikai ereje meggyengülne, mert mi tudjuk előre, ahogy ők maguk is tudják, hogy ebben az esetben nem tudnánk azt elérni, hogy 5 fővel lehessen osztályt nyitni, nem tudnánk azt elérni, és nem tudtuk volna azt elérni, hogy 0-24-ben működjön a határátkelő, nem tudtuk volna azt elérni, hogy abból a bizonyos romhalmazból a palicsi gyönyörű, szecessziós és újra gyönyörű vasútállomásból újra vasútállomás legyen, ahol napi 5 alkalommal megáll a vonat és közlekedik Szeged, illetve Szabadka felé. Nem tudnánk ebben az esetben elérni azt, hogy a Nemzeti Tanácsnak a hatásköreit ne csorbítsák, ne nyírbálják meg
bármely művelődést, oktatást, tájékoztatást szabályozó törvényjavaslat vitájának a folyamatában Belgrádban, és számos más ehhez hasonló eredményt nem tudnánk elérni, illetve a vajdasági magyar közösség ki lenne szolgáltatva a kényének, kedvének azoknak, akik esetleg a mi közösségünknek nem a barátai ebben az országban. Kelemen Hunor elnök úrról pedig azt szeretném elmondani, hogy november 18-án Budapesten 3500 embert talpra állíttatott egy szempillantás alatt, amikor Pásztor István emlékére elrendelte a gyászszünetet a Fidesz kongresszusán. Ez úgy történt, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek volt a kongresszusa a Hungexpón Budapesten, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr volt a KDNP elnöke az első felszólaló, majd ezt követően Kelemen Hunor kapott szót, hogy a határon túli magyarság nevében köszöntse az ott jelenlevő 3500 fideszes küldöttet, illetve politikust, a barátainkat. Zárójelben megjegyzem, hogy ez felváltva az elmúlt években úgy történt, hogy egyik évben Kelemen Hunor köszöntötte a fideszeseket a határon túli magyarság nevében, másik évben Pásztor István, most Kelemen Hunor értelemszerűen, és azzal kezdte a felszólalását, hogy a bátyánk, ahogy ma is mondta, Pásztor István emlékére, most akkor egy perc néma csend. És 3500 ember vigyázba vágta magát a Hungexpón Budapesten, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kongresszusán. Köszönöm szépen, Péter, köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Hunor, hogy ma este is velünk vagytok, és hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, években is velünk voltatok, támogattatok bennünket, és ezt érezhettük a mindennapjainkban, érezhettük a különböző fontos célkitűzéseink megvalósításának a folyamatában, és mindig számíthattunk rátok, ahogy ti is mindig számíthattatok és számíthattok ránk a jövőben is. Köszönjük szépen mindkettőtöknek! A következő választásnak a célja, a vasárnapi választásnak a célja az, hogy a vajdasági magyar közösség ezt a hatalmas tragédiát követően erősen vészelje át ezt a periódust, talpon tudjunk maradni, erőt tudjunk mutatni Belgrád felé, Újvidék felé, és mindenki lássa azt, hogy erősek vagyunk, egységesek vagyunk, meggyengíthetetlenek vagyunk, megoszthatatlanok vagyunk, és a Vajdasági Magyar Szövetség az ország Szerbia egyik legszervezettebb pártja. Mert hogy mi vagyunk, mi voltunk, és ebben a pillanatban is mi vagyunk Szerbia egyik legszervezettebb pártja, ami megmutatkozott az aláírások összegyűjtésének alkalmából a köztársasági és a tartományi választási lista átadását megelőzően is, és megmutatkozott abból a kampányból is, amit az elmúlt 6 hétben megvalósítottunk, Doroszlótól Ürményházáig, Versectől Szilágyiig, bejárva Bácskát, Bánátot és Szerémséget. Ebben a periódusban, amely a vajdasági magyar közösség legnehezebb periódusa, Pásztor István elvesztését, édesapám elvesztését követően, a 90-es évek vérzivataros idejét követően. Én köszönöm mindenkinek, minden VMS tisztségviselőnek, tagnak, aktivistának, szimpatizánsnak, hogy ebben a küzdelemben elnökünkért, közösségünkért, a jövőért itt voltak mellettem, mögöttem, hogy számíthattam mindenkire. Azt szeretném cserébe fölkínálni, hogy mindenki a VMS közösségében számíthat rám is, és mindenki másra, ahogy ez eddig is volt, és nem maradt más hátra, mint hogy annak érdekében, hogy ezt a szervezettséget, ezt az erőt, ezt meg tudjuk őrizni, és meg tudjuk mutatni Belgrádban és Újvidéken is, a következő 3 napban mindenkihez eljussunk, elvigyük a Vajdasági Magyar Szövetség üzenetét, elvigyük azt, hogy mögöttünk áll a Kárpát-medencei magyarság, mögöttünk áll Magyarország kormánya, Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy nem volt az véletlen,
hogy az elmúlt 6 hétben több mint 10 magyarországi fideszes és KDNP-s kormánytag, parlamenti képviselő, államtitkár jött el azért, hogy segítse a mi kampányunkat, segítse azt, hogy mi erősek tudjunk maradni, és hogyha ez így van, már pedig így van és így volt, akkor nem marad más hátra, mint hogy a vajdasági magyar közösség is most kiálljon önmaga mellett, és bizonyítsuk azt, mi mindannyian közösen, hogy van magyar jövő Vajdaságban, de csak akkor, ha a Vajdasági Magyar Szövetség erős lesz a tartományban is, a köztársaságban is, és kifejezéssel juttatjuk azt, hogy itt bizony a Vajdasági Magyar Közösség egy olyan közösség, amellyel számolni kell, és amely tovább tudja vinni a szerb-magyar megbékélést, hogy ne a magyar verésekről szóljanak a híradások, mint 15 évvel ezelőtt, hanem határátkelő nyitásról, közös projektumokról, közös beruházásokról, vegyes vállalatokról, munkahelyteremtésről, a gazdaságfejlesztési programnak a továbbviteléről, és ehhez bizony szükség van egy nemzeti kormányra Budapesten, és szükség van egy normális kormányra Belgrádban, de ahogy szükség volt arra 10 évvel ezelőtt is, és azóta is folyamatosan, ma is és a jövőben is szükség van az erős VMS-re, hiszen a VMS nélkül ez nem valósulhatott volna meg 10 évvel ezelőtt se, és azóta se. Ezért kell, hogy mi ott legyünk, és ebben kérem mindenkinek a támogatását, a segítségét, hogy ez a nagyon-nagyon nehéz periódus után vasárnap este együtt tudjunk örülni a Vajdasági Magyar Közösség és a Vajdasági Magyar Szövetség erejének. Köszönöm szépen!